Ma bele fogunk nézni a Minecraft speedrunolásba. A speedrunolásnak az a lényege, hogy spamtól sárkány megöléséig minél előbb eljussál. Na már most a jelenlegi világrekord 7 perc, 1 másodperc. Erre nem megyünk ma még rá, jó? Az lesz a mai célunk, hogy végigvigyük legalább egyszer a játékot, olyan taktikákkal, amiket majd egy valós speedrunban fogunk tudni használni. Elkezdünk ismerkedni a mechanikákkal, kíváncsi leszek nagyon erre az egész dologra, hogy tényleg hogy fog működni. Meglepődnék, hogyha egy óra alatt lennénk amúgy. Akkor szerintem tényleg az első, amit be kéne gyakorolnunk, vannak ilyen gyakorlópályák amúgy tényleg ilyen fontos helyekre, mint például az end, a sárkányöléshez. Azt a részét nem értem, hogy mikor kell bal és mikor kell jobb oldalon lennem. Most már ezt már most elcsesztem egy kicsit, de valami olyasmiknak kéne lenni a lényegnek, hogy ugye akkor robbantott fel az ágyakat, amikor a sárkány fejének a hitboxja az ágy párnája fölött van. Akkor attól függ, hogy merre fordul meg. Na várjál, figyeld, most hadd nézzem. Most bal oldal. Tehát most kellett volna. Ez nem lesz meg, gatya. Ja, valami ilyesminek kéne lennie. Bám! 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 One cycle, megölve a sárkányot ágyja. Kellett volna, nem? Igen! Bang! Bang! Ez nagyon jó volt. Ez is egész jó. Jó! Oké. Okay. Ez egy rossz kezdés, nem? Nem. Gyerekek! Na még egy utolsó ölés, aztán megyünk a kövi practice-re, mert ez viszonylag jól megy, és ezt mit tudom, 7 ágyjal csak meg tudom csinálni. Itt mi történt? Semmi, megvan. Jó. Ez megvan, ez megy, ez easy. Utána néztem, legalábbis egyszer megnéztem, hogy elvileg ezek a speedrun portálok hogy vannak, megpróbálom. Olyat kell keresnem, ahol mindenképp van 4 egymás felett, hát itt minden oldalon van. Egyet, csak egy ilyet, és ezt szétütöm. És akkor valami olyasmi, hogy ide fel kell építenem így, és így, ugye? És akkor gyakorlatilag így megvan a portálunk, és mehetünk a Netherbe. 51 másodperc alatt meg volt, gyerekek, mit akartok? Ó, megy a speedrun, na most várj, tényleg speedrunba próbáljunk meg, figyeld. Egy, kettő, három, bang, 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 bang. A vizem az eltűnt, de legalább 25 másodperc alatt megvolt. Nem csinálnak egy speedrunt először ilyen begyakorlás, pestcsön begyakorlás nélkül? Próbáljuk meg! Azt hiszem, hogy itt azok az első rámban mindenképpen beszéljük át, hogy miket kell vinnem, mire kell odafigyelnem, meg hogy mit kell csinálnom. Vödör, Iron Pick, Flint and Steel, 7 vas kell nekünk. Na, ott van egy kovács. A kovácsnál akkor kéne mondjuk egy ilyen 3-4 vas, Iron Golemet megöljük, aztán mehetünk. Na srácok, gyerünk. Kaja az lesz a búzából, kovácsnál legyen jó cucc. Iron Pickünk van, végül is jó ez is. Akkor most 4 kell minimum. Kell egy vödör, meg kell a Flint and Steel. 4-et kaptunk. Kell a crafting table, kell egy vödör, kellenek kövek, kellenek ágyak, kellenek még kaják. Csinálunk egy kapát. Jó, keresünk valahol lávaléket. Ja, viszek vizet, meg hogyha látok valahol sódert, akkor az kéne. Csináljuk ásót ezért. Jó. Megvan. Oké, okay, akkor ahogy gyakoroltuk. Jó, 1-2-3 bang, 1-2, és így jónak kell lenni, ugye? Jó, figyelj! 7 perc alatt benn vagyunk, és akkor azt nézi, hogy hol van betöltve sok mob. Ott van 41. Akkor az a feladatunk, hogy valamerre arrafele megpróbáljunk elmenni. Nem tudom, hogy menjek mondjuk. Hát mert vagy megkerülöm az egészet, vagy belemászok a falba. Hát nem fog tudni erre, basszus. Mi a szar csináljak, mert itt soha nem fogok ebből kiérni, nem? Előbb fog eltörni sajnos a csákányom, mint kiérjek. Hát én megnézem, hogy még meg tudjuk-e kerülni, de erre nem hiszem, hogy van bármi is. Azért a speedrunok azért azt hozzá kell tenni amúgy, azért abból sokat kell csinálni ahhoz, hogy legyen bármi is belőle. Rohadt anyját.
Amúgy, hogyha erre jövök először, lehet, hogy meg lett volna, mert szerintem meg lesz most. Ott van a Bastion amúgy. Az a baj, elkoptattam nagyon a pickaxe-en. A bridge a legjobb nekem. Ja igen, mert ott van a sok arany. Eddig legit befejezhető seed. Olyan helyet kéne keresni, ahol sokan vannak, ugye? Vagy hogy működik ez? Ja, most lerakom az aranyblokkot, szétütem, és akkor fognak... Yes. Csak nem érdeklek én senkit, az a baj. Van egy. Gyertek, srácok. Oké, obszidiánunk van. Mi kell akkor, hogy nekünk pörlök kellenek? Oh, what? Pörlök azok már megvannak, stringek kellenek még. Mennyi string volt itt, bro? Akkor megvagyunk. Akkor mehetek Fortress keresni, ugye? És akkor F3, mit kell nyomni? F3 Shift, ugye? Yes, tick, aztán level, entities, és block entities, ugye? És most le kell vennem kettőre a látótávolságot, és akkor most F3 F-fel növeljük a render distance-t, és megnézzük, hogy hol tölti be a játék a mob spawnert. 13-nál tölti be, és akkor most kell azt megnézni, hogy kimegyek akkor chunk borderekre, és akkor kiderül, hogy elvileg akkor milyen irányban van a cucc. Nézzük meg, hogy ebbe az irány... Igen, elsőre. Jó, délre 12 chunkra van. Látom, tényleg ott van. Ez amúgy hozható szub egy órára, hogyha nem cseszem el. Átpörről, ez tényleg... Na, ilyenekre kell majd rájönni. Hova dobta azt a pearl? Hova dobta azt a pearl? Jó practice. Good practice, boys. We go again. Megy a kövi. Ne, nincs kovács. Ha nincs kovács, akkor hogy akkor tudok rip, ugye? Csak egy barrelt, ja, és akkor trédelek. Tudok venni egy halat vagy emeraldért. Egy halas vödröt. Akkor az kellene búzák. Búzát el kell lennom emeraldért. Hány emerald kell? 3 emerald kell nekem, jó. És akkor most csinálok egy barrelt. Jó, és akkor van egy vödrünk. De és akkor most megyik el nekem egy a Flint and Steelhez, és egy pickaxe-hez mondjuk, akkor egy 4 kéne megint. 5-öt adott, jó. Jó, kajához szedünk akkor izért búzát, aztán itt se vagyunk. Jó, milyen mélyen vagyunk, 46. Mihez kell lágy, sárkányul. Egyből egy! Nice. Lávát kell hallani valahol. Én ezt el fogom cseszni valószínűleg. Lehet elcsesztem így ezzel, mert mellette kellett volna, mert így lehet, hogy nem lesz elég lávánk. Így. Jó, lesz elég amúgy. Meg vagyunk. Át tudtunk menni. 10 percen belül, szóval still a win. Local difficulty alatt M és C. MC megvan, aha, 70-26. Azokat, ha összeadod, az ugye 96. Az E melletti második számot, ha megnézed, az ha ugyanannyi, akkor biztos, hogy nincs Bastion. Ha 30-al több ott az E melletti második szám, akkor van 1. 180, az meg 242. Ja, most van 2. Becsapott a villám, a ház egyik felében elment a zanon, másik felében meg nem. De nem kéne csetet olvastom ilyenkor. Dani, ez a te hibád. We go again. Jó, falu. Kovács szerintem nincsen. Oké, próbálj meg akkor az előző taxot, mert amúgy az nem volt rossz. Kell majd flint is, igen. Kellett volna szednem akkor az előbb mi. Hát reméljük lesz itt is való shoulder. Kiszedjem gyémánt csákányt vagy valamit? Gyémánt csákány az amúgy megérheti. Yes. És ennyi. Jó, amúgy 10 perc alatt nem vagyunk megint. Az az, ugye? Az. Valahol itt kéne lennie. Megvan, ott van. Most már elkezdhetnék velük trédelni. 16 pörlön van. Kéne abból több, nincsen több valahol. De van. Jó. Kimegyek oda izére, azt a pályt sartolok. Meg fog ölni? Ne! Az itt meg tudom ölni. Na jó, we go again. Hát, Kovács itt sem lesz, az biztos. Legalábbis első ránézésre nem látok. Ölünk egy gólemet. Hámat dobott csak. Jó lesz az Woodlight. Woodlight-ra megcsináljuk. Elmondom, hogy hogyan csinál. Jó, és akkor irány a sivatag, nem? Oh, itt van a lávalék. Hey, hello, teszek. Ide, meg ide. Jó, hát 7 perc, 8 másodperces entry. 112, 145, akkor az azt jelenti, hogy van egy. És akkor azt kéne megtalálni, merre. Ott arra, igen. Egy olyan ránk kéne, amit be tudok fejezni, amúgy olyan még nem volt. Egy PB-t akarok csinálni, és hogy az a PB amúgy egy óra, vagy másfél óra,
Nem érdekel. Bastion amúgy megvan, sajnos az már nem bridge-nek tűnik. Housing, hogy mi az Isten ez? Menj előre egyenesen. Ebben ez a chesthez. Mm-hmm. Ott fel, aha, chesthez. Kezdj el ásni befelé, még tovább előre be. Rakj egy blokkot, hogy ne tudjanak bejönni. Igen, oda menj be. Megvan az arany, igen. Ide tudom be őket becsalogatni, aha. Ugye? És ide elvileg beugranak. Jó, ebbe a csánkba semmi, ebbe. Ahhoz azt jelenti, hogy akkor keletre kell mennem 26 csánkot. Ajaj. Ott a Fortress már látom amúgy. Ó, nagyon jó. Hatnál tartunk, akkor még kéne egy, hát egy-kettő. Jó. Oké, okay. Visszafelé van már. És akkor menj egy kicsit jobbra vagy balra, és akkor ez... Szerintem ebbe lesz. Ja, ez az, akkor itt 4-4-nél lás le. Ja. Megvan, így nem halok meg ebbe. Jó. Így jó. És akkor most menj jobbra el a szélére. Első speedrunom célegyenese. Ez még elcseszhető. Most pörssel. De már késő. Ja, de ott nem is tudsz van szájtalálni. Mert az egy East-West, vagy mi? Respawn ágyat kellett volna tennem a Strongholdba amúgy, mert ez még hozható volt. Édes tököm. Olyan pörcs, nem is szabad oda menni. Rossz irányból jött. Csak ami veled ellenkező irányból jön, azt tudod megcsinálni. Ami így ferdén jön, azt nem is tudod kivinni. Szóval akkor jó csak, hogyha párhuzamos velem? Uh-huh. Eddig még soha nem jutottunk el. Minden rámban tanulunk valami újat, srácok. Meg hát azt hogy az izény elején már megnéztük, a One Cycle amúgy megy. Csak most ugye kettő probléma volt. Egyrészt, hogy bementem, mikor nem kellett volna, másrészt pedig, mert hogyha még jó irányból is jött volna, akkor is rossz lett volna, mert ott volt még a Dragon's Breath. Mondom, minden rámból tanulunk valamit, srácok, minden rámból. Nice. Kell még fa, és akkor hát körülnézek itt a felszínen, vagy egyből ássak le szerintetek. Ja, gyorsan. Ott ég valami. Hoppá! Let's go! Bocs. Nincs elég blokkom. Nem tudom, mennyit kell itt kiásni mondjuk ahhoz, hogy jó legyen. Így jó? Jaj, az már sima. És ott figyelj, hogy ne... menjen úgy, igen. Figyeltem rá. Szarét. De akkor arra kell mennem, jó. Ott a bestcsön, jó. Megvan a bestcsön, 11 perc alatt. Ez bridge megint. Kéne valami arany cucc. Három van, vagy alul, itt vagy. Ó, gyertek, srácok. Oké, akkor most kell azt csinálom, hogy ledobolni az összeset, ami van. Én meg ide átjövök. Hobby 9, az még kell, Pearl az megvan. String is megvan. Jó, akkor most kell a Fortress megkeresni. Jó, 12-nél jelent meg, elég ez. Lerakom 8-ra. Jó, és akkor most fel 11-re, ugye? És akkor na nézzük, melyik irányban van. Nem ebbe. Délre. Jó, és tök közel, ilyen 11 csánkra. Aha, már látom. Yes, here we are. Kéne akkor nekünk egy spawner. Ó, basszus. Jó, 3. 4. Hát 6 darabom van. Jó, megvan a 7. Tudsz kőbaltát csinálni. Ja, de lehet, hogy ez most gyorsabb, nem? Aha, meg is vagyok. Pont elfogyott az a fire, ez is. Nice. Nekem most egyelőre a mai streamben, kettőből kettő eltört, mai streamben az a tervem, hogy meglegyen az egy óra alatti végigjátszás. Ez a mostani rán, ami most vagy az 24 perce megy, szóval ebben benne van, most már csak annyi van vissza, hogy megtalálni a strongholdot, átmenni az endbe, megölni a sárkányt. Ne törj el, léci. Nem jó. Jó, előző csánk. Meg is van. Nice. De egy volt benne. Jó. Nem spawn pointot le kellett volna tennem. Most pörcsöl szerintem. Akkor, jó. Ja, most pörle lehetsz be szerintem. Jó, bepörlözök, és akkor ágyok.
scratcheztem. Jó! Jó! Nice! Nagyon elcsesztem, Jézusom, de nagyon széveltem. Jó! Életem első Minecraft speedrunja 32 perc, 12 másodperc. Majdnem sub 30 amúgy, chat. Majdnem sub 30. Ah, GG. GG. Örülök ennek nagyon. Sokkal nehezebb volt végigvinni, mint gondoltam amúgy. Következő a világrekord, igen, retteghetnek itt a világrekord holderek, srácok. Retteghetnek. Volt egyszer egy spanom, akit úgy hívtak, hogy Pista. Azt mondta nekem, hogy legyek már én is lakista. Azóta is elég sokszor cserélem a liberót, mert befosok, ha meglátom, hogy felkerült új videó. Lazán elveri a népet ez a gyerek fifába. A szomorú arcodból ő varázsolhat vidámat. Húzzuk el az összes fekete felhőt. Ha tetszik amit láttál, akkor nyomd be a csengőt, yeah.